Köszöntöm kedves nézőinket, a Jelsztrió Televízió Apáti hírmondóját látják, nézzük heti témáinkat. A Jászsági Önkéntes Fiatalok csoportja több mint 100 doboz ajándékot gyűjtött a rászoruló és beteg kisgyermekeknek, ami december 15-én személyesen adtak át Jászberény 3 intézményében. Az eddigi vélemények alapján minden idők egyik legjobb jászsági évkönyvét mutatták be Jász Jákó Almán. 34 szerző fordításait, interjúit, kutatásait, esszéit és könyvajánlóit olvashatjuk a kötetben. Felvillant a rózsaszín gyertya a városi adventi koszorún. Élénkül a karácsonyi vásár, és a karácsonyfa árnyékában jámborállatok várják a jászol közelében az Úr Jézus születését. Összefoglaló a harmadik városi adventi ünnepségről. Korábban már bemutattuk önöknek azt az önkéntes jászsági fiatalokat tömörítő csoportot, melyet 2008-ban Tóth Csaba és Szikszai Nikolett alapított. Facebookos közösségük közel 800 elvi támogatót számlál, és képviselőik szinte minden jászsági településen megtalálhatóak. A karácsony közeletével ismét adakozásra kérték a jászság lakóit. Több mint 100 doboz ajándékot gyűjtöttek a rászoruló és beteg kisgyermekeknek, amit december 15-én kedden személyesen adtak át Jászberény 3 intézményében. Dobozolás, szortírozás, logisztikai eszmecserék. Így készültek a jászsági fiatalok a karácsonyi adományozást megelőző napokban Jászapátin. Ez volt a fő hadiszállás és egyben az ajándékok utolsó előtti állomása, melyeket a térség 9 településéről gyűjtöttek össze. Gyűjtésben résztvevő települések. Jászapáti, Jászfényszaru, Jászkísér. A felsorolásból is kiderül, hogy a jászság szinte minden településén van egy-egy képviselője az önkéntes csoportnak. Ők azok, akik évközben tájékoztatják a lakosokat erről a jó szándékú kezdeményezésről, majd a szortírozásig elraktározzák a felajánlásokat. Felhívásukra rengetegen válaszoltak és adakoztak, kisgyermekektől egészen a nagyszülőkig. Kinek a csomagja ez? Csató István, 95 éves. Ő a legidősebb? Igen, legidősebb rendszeres adományozónk. Mi van a csomagban? Édességek. Édességek, játékok, ruhaneműk, több száz tárgyi felajánlás érkezett a karácsonyi adományozásra. Minden felajánlást sortírozunk, külön a női, illetve a lány ruhát, illetve a játékokat, élelmiszercsomagokat, friss ajándékokat, friss felajánlásokat, és úgy rakjuk dobozba, majd ha ez megvan, akkor dobozra rakjuk a papírt, hogy mindenki lássa, mi van a dobozban. Miután mindent gondosan kiválogattak, bedobozoltak és felcímkéztek, már csak egy dolog volt hátra, a kiszállítás. A karácsonyi adományozás első állomása a Szent István körúti általános iskola és speciális szakiskola volt. Ebben az intézményben hátrányos helyzetű és autizmussal élő gyermekeket oktatnak a tanulásban akadályozott diákokkal együtt. Á, kis kutyusos kép, nézze már! Gyerekek nagyon boldogok voltak, hogy kaptak ajándékokat. Először közösen vettük át őket, utána meglátogattuk minden gyereket az osztálytermekben, és tulajdonképpen nem is kellett szóval kimondani azt, hogy köszönöm, hiszen a segítők is, ahogy végignéztem rajtuk, meghatottan könnyes szemmel néztek végig a gyerekeken, akik a szemükkel, illetve a mosolyukkal hálálták meg ezt a nagy dolgot. Nagyon, nagyon sok adományt kaptunk, és nagyon kedvesek voltak, szívélyesek, nagyon-nagyon örülnek a gyerekek. Sajnos ők nem mindig jutnak hozzá ilyen ajándékokhoz, és ezért is kiemelkedő fontosságú, hogy hozzájussanak itt az iskolában már, otthon nem is. Az önkéntes fiatalok minden termet végigjártak az iskolában. Kekszekkel, szaloncukrokkal és meg annyi édességgel lepték meg a tanuló diákokat, majd elindultak az adománykörút következő állomására, a Maci óvodába. A lurkók karácsonyi dalokkal és versekkel köszöntötték a csoportot, s már kíváncsian ragyogó szemekkel várták, hogy mit rejtenek a terem közepén elhelyezett dobozok. A
A dobozbontás pillanatai elárulták, hogy mekkora örömet is tudnak okozni. Azok a játékok, melyek magukban hordozzák azt a sok-sok szeretetet, melyet korábbi gazdáiknak is okoztak. Ezek a momentumok azok, melyek nyomot hagynak a példamutató önkéntes csapat emlékezetében, és ösztönzik őket arra, hogy ezt a karitatív tevékenységet a jövőben is folytassák. Szerintem az, amiért megéri csinálni, nyilván az, amikor átadjuk azt, hogy látjuk a gyerekeken a mosolyt, az örömet, és hogy szavuk eláll, például amikor az iskolában voltunk, meglátták a tévét, és szóhoz sem jutottak. Tehát szerintem az örömért érdem, és az, hogy nem kell mondani semmit, de a szemük beszél, mert hálásak. Nagyon örülünk annak, hogy ebben az irányban elkezdődik a fejlődés a környezetünkben, hogy az emberek azt felfedezik, hogy mennyire jó adományozni, karácsonytól függetlenül, vagy karácsonykor is. Ez nagyon nehéz visszaadni, mert ezek még nagyon pici gyerekek, de akkor is ez fontos az ő életükben is, hogy találkoznak olyan fiatalokkal, fiatal felnőttekkel, akiknek eszébe jut, hogy vannak kicsi gyerekek vagy sérű gyerekek a környezetükben, és összegyűjtenek, összefognak, és mindenki egy picit ad, és egy ragyogó ajándék halmaz van most itt a tornaterem kellős közepén, aminek nagyon örülünk, mert a játékokból egyrészt soha nem elég, de ebben az adományban úgy látom, hogy sok fejlesztő eszköz is van, és nekünk ez nagyon fontos, mert nálunk 30 sérű gyerek is nevelkedik. A rengeteg ajándékból minden óvodás lurkónak jutott legalább 2-3 darab matchbox, plüssállat vagy mesefigura. Miután a fiatalok átadták a játékokat, pár pohár forró tea után útnak indultak a nap utolsó helyszínére. Ez már a Szent Erzsébet Kórház gyermekosztálya, ahol az önkéntesek a kórtermek lakóinak hoztak sok-sok meglepetést. Köszönöm. Ez nagyon kedves végül is, hogy így gondolnak a gyerekekre is. Szerintem ez nem csak a gyerekeknek, de végül is így mindenkinek boldogságot okoz. Úgyhogy... És nektek milyen érzés volt, ti is kaptatok ajándékot? Hát, meglepő. Szerintem ez jót tesz a gyerekeknek. Szerencsére a kórházban a vártnál kevesebb ajándék talált gazdára. Ám a december 15-i Jászberényi adománykörúttal még nem ért véget a csoport munkája. Az önkéntes fiatalok december 19-én szombaton a Tűzoltó utcai gyermekklinikára visznek adományokat. Önkormányzatok, vállalkozók, magánszemélyek támogatása és a beérkezett adó 1%-ok biztosítják a finanszírozási alapot a jászsági évkönyv megjelenésére. A tartalomért pedig a szerkesztő Pető László a felelős, aki idén közel 40 szerzőt vonultatott fel az eddigi vélemények alapján minden idők egyik legjobb jászsági évkönyvébe. Beszédes a csönd. A jászsági évkönyv Jászjákóalmi bemutatóján egy perces néma főhajtással emlékeztek az elhunyt dr. Farkas Ferencre, aki maga is szerzője és szerkesztője volt a hagyományosan megjelenő kiadványnak. Már megint büszkék lehetünk arra, hogy településünk adott otthont ennek a rendezvénynek. Teréki Tünde polgármester házigazdaként köszöntötte a könyvbemutató résztvevőit, majd egy jelképes csokorban nyújtotta át a nemrégiben kiválóan minősülő helyi népdalkör jászsági dalait. A jászsági népdalok felfestette olykor kesergő, olykor szerelmes, olykor vidám és pajzán hangulat, azok sokszínűségéről árulkodik. Sokszínű, ahogyan a jászsági évkönyv is, 34 szerzőivel és változatos témáival. Idén én összeszámoltam, hát 34 szerző szerepel idén, a könyvtárosokon kívül, tehát közel 40 szerző van idén az évkönyvben, és ezek közül 9 olyanok, akik még eddig nem írtak az évkönyvbe, vagy nagyon kis lélegzetű dologgal rendelkeztek, tehát ez újság. És van 3 ifjú szerzőnk is, aki 30 alatt van, úgyhogy annak meg külön örülök, hogy van utánpótlásunk. A bemutató kihagyhatatlan eleme az első olvasói reflexió, melyet idén felkérésre Pócs János országgyűlési képviselő vállalt magára. Kedves jelenlévők! Látható, hogy így, míg aránylag rövidre fogva is terjedelmes a bemutató, de ez az olvasói visszajelzés, mert néhányukkal már látottunk erről szót,
mivel már néhányan bele is néztek, bele is olvastak ebbe a könyvben, az ő figyelmüket figyelembe véve ez az évkönyv színvonal, a korábbi magas színvonalat is felülmúlja. Mindezt dicséri Pető László főszerkesztő és szerkesztő társainak munkásságát. Az évkönyv kihagyhatatlan melléklete a Kármán Antal szerkesztette gazdasági rovat, ami 4 oldalon keresztül foglalja össze a megyei top 50 kiadványban szereplő gazdasági adatokat a jásság vonatkozásában. Ebből az is kiolvasható, hogy a top árbevételt hozó cégek fejlődésében Szolnok már dinamikusabb, mint térségünk. Tehát mindig vannak aktuális témák, vannak olyanok, hogy megjelennek könyvek, mint jelen esetben például a szőlőtermesztés, amit egy alapműnek tartottam, a Editkének a könyvét, tehát arról is írtam egy rövid szösszenetet, és felderítgetünk van emberkéket, mint a Jákóhalmarról elszármazott kanadai Laci, aki, hogy ott hogy élik meg a magyarságukat, ilyen dolgokat. Fodor István Ferenc több írása is megjelent az idei kötetben. A helytörténeti kutató nagy örömét fejezte ki, hogy az évkönyvben Jász Jákóhalmi kötődésű történet és utalás is felvillan. A szerkesztés változatosságát mutatja, hogy a jászladányi zsinagóga történetéről, a peresi és homoki búcsúk erősödő hagyományán, vagy az 1900-as évek térségi kaszinóinak és kártyaköreinek működésén át, a világháborús gyászüzenetek személyes vonatkozásain keresztül, egészen a Kodály módszert népszerűsítő kiváló zenepedagógusok élettörténetéig számos érdekes témát találunk az idei kötetben. Lefordítottam Makó Pálnak az elégiáit. Makó Pálról tudni kell azt, hogy ő egy jezsuita szerzetes volt, és amellett, hogy szerzetes, amellett a reál tudományoknak az ismerője, sőt, csodálatos előadója. Már a könyv nyitánya is különleges, mert Makó Pál jezsuita szerzetes és pedagógus elégiáinak fordításával találkozhatunk. Dr. Győri Gyula halála óta nem volt, aki átvette volna a latin nyelv gondozását. A verseket most Nagy János nézhette gondosan kidolgozott 6-verslábas hexameterekbe. Így képet kaphatunk a reál és tudományos gondolkodású katolikus szerzetes, szomorú hangvételű gondolatmenetéről. Lehetőség van az egyszerűsített honosítás eljárására, és arra voltam kíváncsi, hogy ez mennyire volt népszerű az erdélyi magyarok körében. A 9 ifjú szerző egyike szerző Dorina, aki az anyaországi és erdélyi magyarok identitását vizsgálta és átadta üzenetüket, hogy a határon túl még kitart és felcsendül az ékes magyar szó. Török Kanadán polgármester 3 évig volt Jászberényben polgármester, nagyon nagy politikai kavarások közepette. Ezt az izgalmas és nehezen kibogozható politikai időszakot dolgozta fel Kis Erika, Jászberény helytörténeti kutató. A bemutatón könyvajánlókat is meghallgathattunk. Ilyen például dr. Soba Györgyné, a Jászberényi papság fél évezredes történetét összefoglaló különleges kiadványa, vagy Hortiné dr. Bató Edit a jássági szőlőtermesztésről szóló könyvének kötetben szereplő ajánlója. Szerzői példány, jó, ahhoz kérek egy monogramot. A teljesség igénye nélkül még számos érdekes olvasmány található az idei kiadványban, melyről a bemutató alatt több alkalommal is elhangzott, hogy jó reménnyel startol a minden idők legszínvonalasabb jássági évkönyve elismerésért, mely remélhetőleg a megrendelői igényekben és a könyvesbolti eladásokban is megmutatkozik a karácsonyi időszakban. Befejeződött a Régiókon térségi kommunális szolgáltató társulás Szilárd hulladékgazdálkodási rendszer eszközparkjának fejlesztése és informatikai fejlesztése. A beruházás eredményeként a Jászberény, illetve a délhevesi kistérség 32 településének 30 ezer háztartása valós termelt hulladék mennyiségével arányosan fog a jövőben fizetni a kommunális hulladék elszállításáért. Ez és évvégi kulturális, illetve sportajánlóink következnek. Ma még így működik a rendszer, hetente viszik el a régi kukásautókkal az ömlesztett kommunális hulladékot, ha tele van, ha nincs, ugyanannyi díjat határoz meg a rendszer. Részben ez fog változni, mert a korszerűbb technológiáknak köszönhetően jövőben a súly lesz a lényeg, az, hogy milyen nehéz a szemetünk. Ez alapján igyekeznek a szakemberek egy mindenki számára megfelelő díszabást kialakítani. Mindezt pedig ez a chip teszi lehetővé, melyet a térségben 30 ezer háztartásban szereltek, illetve szerelnek minden a rendszerben szereplő hulladéktároló edényre. Ez hivatott arra, hogy minden egyes ürítési eseményt rögzítsen, annak az azonosítónak a segítségével, amit elhelyezünk a kukákon. Ez egy elektronikus azonosító, egyedi
teljesen a világon sehol nincs belőle másik, és gyakorlatilag egy meghatározott hatótávolságon belül tudja azonosítani a GPS koordinátát, az edénynek a tulajdonosát, az ürítési esemény címet, és minden olyan egyéb fontos információt, amit a szolgáltató kér. Ennek a párját, a Control Boxot pedig az új hulladékgyűjtő gépjárművekben találjuk, melyeket a Mud Hungary Kft. Szállított le. Mind felépítmény, mind alvász tekintetében, tehát Euro 6-os legkorszerűbb motorra szerelt hulladékgyűjtő járművekről van szó, illetve felépítmények tekintetében is tömörítőképesség ötszörös, és a legmodernebb uniós és magyar szabványoknak megfelelő munkavédelmi és biztonsági szempontok megfelelő berendezésekről beszélünk. Az IT-rendszer része a mérést követő azonnali számítás, egy online felületen pedig alig egy percen belül láthatjuk, hogy mennyit kell majd fizetnünk szemetünkért. A rendszer próbaüzem után tavasszal indul. A nagyjából 600 milliós projekt az Európai Unió támogatásával, a kohéziós alap társfinanszírozásával valósult meg. Alig néhány nap és teljes lesz az adventi koszorú fénye. Az ünnepre felkészítő karácsonyi hangulatban december 19-én szombaton délután, a 17 órai szentmise után a negyedik gyertyagyújtásra várják a főtérre látogatókat, ahol láthatjuk a Jászapáti Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjainak ünnepi műsorát, melyet Tabán István fonogramdíjas énekes koncertje követ. Nem telik el úgy esztendő, hogy annak a végén ne csendüljön fel egy-egy hangulatos népdal. Ne libbenjen jobbra-barra néhány jászapáti szoknya, és ne verje fel a fényesre takarított táncos csizmák dobogása a Pályér Antal művelődési ház színpadán a port. Mert bizony a hétszínvirágtánc együttes sokadik alkalommal idén is megörvendezteti jászapáti lakosságát azzal, hogy színpadra álmodta új koreográfiáit. Idei műsoruk címe Régi szokás szerint, mely pillanatképeket ígér a Bakterház életéből. Hogy ehhez Rideg Sándor közkedvelt történetének van-e köze, az december 19-én 19 órakor kiderül. A Jásztánc Alapítvány évzáró műsorára jegyek december 1-től elővételben kaphatóak Jászapátinak kiállító térben, illetve az előadás napján a helyszínen 1000 forintos egységáron. Idén már 8. alkalommal, két ünnep között december 28 és 29-én rendezik meg az évbúcsúztató Téba Kupa teremlabdarúgó tornát Jászapátin. A csapatok nagyszámú jelentkezése miatt két naposra bővült a sportesemény, melyre a járság számos településéről érkeznek csapatok. Az első napon 8 órától egészen 20 óráig négy csoportban folynak a selejtezők, majd másnap szintén 8 órától az előző napi eredmények alapján délelőtt a Széchenyi kupáért lehet labdába rúgni, délután pedig a Téba kupával búcsúznak az óévtől a futballkedvelők. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a rendezők. Idén is bálozzuk át az óévet és az új év kezdetét. A város önkormányzata szilveszteri bálba invitálja az új év búcsúztató városlakókat. A szilveszter éjszakai rendezvényen vacsorával, tombolával és 2016-ban is átnyúló tánccal várják a bálozókat a Pályér Antal művelődési házban. A különleges, incsiklandó vacsora és éjféli menü a képernyőn olvasható. A fergeteges szilveszteri hangulatról a Bravo zenekar gondoskodik. A részvétel összege 7000 forint per fő, apáti kártyával 6000 forint per fő, gyermekeknek 14 éves korig 3500 forint per fő. Tombola felajánlásokat köszönettel fogad a szervezőség. Ünnepeljük együtt az új évet! Jászapáti főterén egyre nagyobb tömeg várja, hogy az adventi koszorú gyertyáinak fénye teljességben tündököljenek. A várakozást a téli hidegben hétről hétre felmelegítik a kiosztott forró italok és lélekmelengető gondolatok. Örvendező vasárnap előtt egy nappal felvillant a harmadik ünnepi láng. Kézis uralkodó, mindörökkön örökké.
Az Irgalmasság Szentévének örvendező szombatján a templomi áhítat és a lelkitöltődés után az első igazi decemberi tél alig pár fokos hőmérsékletében jól esett a főtéri karácsonyi vásárban kiosztott melengetőtea, forralt bor és az ünnepi gondolatok. A jászapáti közös gyertyagyújtások néhány évre visszatekintő hagyományában az örvendező szombat főtéri pódiumát a városi vegyeskar fellépése tölti meg karácsonyi hangulattal, melyet Kladiva Imre atya ünnepi gondolatai tettek teljessé. Ez a Jézus Krisztus, aki mindnyájuknak az üdvözítője és a megváltója, végeredményben nem egy eszme, nem valami, hanem valaki, maga az Isten, aki megalázta magát, és emberi lett, érettünk. Engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölött áll minden névnek. Hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Az adventi Úr Jézus váró időszakban érdemes felucsúdni. Érdemes körbe tekinteni, és érdemes elgondolkodni arról, rendelkezünk-e igazi értékekkel. Olyanokkal, melyeknek nincs ára is, nem mérhető pénzben vagy más anyagi mértékkel, csak szeretettel. Erről szólt a Pócs János országgyűlési képviselő hétköznapi példákkal szemléltetett ünnepi gondolatai. Hogy az életben az igazán értékes dolgainknak nem ára van, hanem értéke. És így adventkor soha ne felejtsük el, hogy ha egy gyertyával meggyújtunk egy másikat, nem kevesebb, hanem sokkal több lesz a fény. Áldott, boldog karácsonyt kívánok mindannyiuknak. Köszönöm, hogy meghallgattak. Így lobbant fel a koszorú harmadik gyertyája, melyet sok tucatnyi, mosolygó gyermekszem figyelt. S míg a gajak csilingelve ingnak, mindegyik facsúcsra alászáll egy csillag. Így indul az erdő, ezer fénylő fája, örömöt szerezni szerte a világba. A gyermekszempárok között voltak a jászapáti általános és alapfokú művészeti iskola növendékei, akik rövid műsorukban verseltek és daloltak a karácsonyról. Ó szép fenyő, oly kedves minden ága, te zöld vagy, még anyád tüzel, és zöld a téli hófölel. Ó szép fenyő, oly kedves minden ága. A dalban említett szép fenyők közül egy igen formás és szépen díszített példány, éppen jászapáti főterének éke. Mint ahogy a tövében felállított jászol is karámjával, melyben jámborállatok várják türelemmel a kis Jézus születését. Tegyünk így mi is. Áldott adventet mindenkinek! Erre a hétre ennyi volt az Apáti Hírmondó, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat keressék a Jász Trió Televízió Facebook oldalán. Az év utolsó Apáti Hírmondóját december 23-án szerdán láthatják, természetesen ekkor már csak karácsonyi témákkal várjuk Önöket a képernyők elé. Addig is minden jót és kellemes felkészülést kívánok Önöknek karácsonyra. Viszontlátásra!
A stúdió díszletet a Perlaki Reklámstúdió készítette.